gratulálok mindenkinek, mert aki ezt megvette, és ez egy rendkívül nagy dolog. Nagyon. Nagyon szeretek mindig ez a közönséggel együtt dolgozni, mert mindig pozitív visszajelzéseket kap. És mondja, hogy pozitívak, jó hallgatnak engem, érezni lehet az érdeklődést. És szeretném hozzátenni, hogy a Budapest város egyszerűen csodálatos és lenyűgöző. Значит, ну, в связи с тем, что у вас у всех почти есть озонатор, значит, нет необходимости говорить очень подробно о том, что он чистит, правильно? Mivel ugye ismerik ezt a ionizátorgépet, nincs arra szükség, hogy teljes részletességgel elmondja, hogy hogyan tisztít. Поговорим об озоне. Beszéljünk magáról az ózonról. Значит, генерируется озон. Generálja az ózont, tehát előidézi. Химическая формула озона. Felírja az ózonnak a vegyi képletét. Озон образуется под воздействием ультрафиолетовых лучей или электрического разряда из кислорода, из О2. Tehát ultraibolya sugarak vagy elektromos töltés hatására képződik a ózon a oxigénből. Он значительно тяжелее кислорода. Az ózon sokkal nehezebb, mint a oxigén. И в связи с тем, что он образуется под воздействием ультрафиолета. És mivel az ultraibolya sugarak képzik ezt a ózont, возле воды его очень много. Ezért rendkívül sok ózont lehet érezni a vizek közelébe. Поэтому наш летний отдых возле водоема, возле моря, очень полезный еще и тем, что там очень много озона. Ha valaki nyáron elmegy pihenni a víz mellé, az nem csak azért jó, mert pihen, hanem rendkívül sok ózont is kap a szervezete. И озон генерируется с помощью электрического разряда. Это во время грозы молнии. Úgy szintén ózon választódik ki akkor, amikor elektromos töltés van levegőben, például nagy villámlás idején, mennydörgés idején. И поэтому мы значительно поправляем здоровье не только находясь вблизи водоема. Ezért nagyon jót tesz a szervezetnek, nem csak az, hogy elmegyünk nagy vizek mellé, hanem после грозы. Például, ha egy nagyot sétálunk vihar után, egy tűlevelű erdőben. Это же самое, все мы можем создать у себя в квартире. Ugyanezt a hatást létre tudjuk hozni a saját lakásunkban is. И дышать чистым воздухом. És ezt a tiszta levegőt szívhatjuk magunkba. Пить очищенную воду. Tisztított vizet ihatunk. И употреблять очищенные продукты. És tisztított termékeket ehetünk a gép segítségével. Вот в связи с этим вы и приобрели, правда? Ezért is vették meg ezt a terméket, nem igaz? Да? Очищать воздух. Hiszen tisztítják a levegőt otthon. Так. А кто еще знает, что у нас при работе холодильников и старых кондиционеров вырабатываются химические вещества, которые поступают в воздух. Я туда, amikor régi hűtőszekrények és légkondicionálók működnek, akkor régi légkondiknál is, amikor működnek, különböző vegyi anyagok kerülnek az levegőbe. Tudnak erről önök is? Знаете, да? Так вот, озоната бытового назначения легко очищает кухню, воздух кухни и комнату от этих химических веществ, которые образуются при работе. Он обладает дезинфекционной способностью. Fertőtlenítő jellegű hatással bír a szervezetre. Он обладает дезодорирующей способностью. Sőt, még дезодорálja is a szervezetet, tehát szagmentesíti. И также улучшает цвет воды. És emellett még javítja a víznek a színét is. Потому что если у нас вода грязная, какая-то зеленоватая или других цветов, то там присутствуют бактерии. Ha a víznek zöldes a színe, az azt jelenti, hogy baktériumok vannak a vízbe. И воздействие на воду озоном мы
мы воздействуем на микроорганизмы. És amikor az озon hat a vízre, akkor gyakorlatilag a vízben található mikroorganizmusokra hat ki. Вирусы. A vírusokra. Бактерии. Baktériumokra. Грибки. És gombákra. До ядерные или простейшие микроорганизмы. Egészen le a legkisebb mikroorganizmusok, vagy a legatom, tehát a, hogy is már a legkisebb szintig, a szerkezeti szintjék. 90% этих, és ezeknek 98% их уничтожаются при воздействии озона. Ezeknek az anyagoknak a 98%-át az ozon megsemmisíti. Озон 500 раз сильнее хлора. Az ozon 500-szor hatékonyabb, mint a klór. Поэтому, значит, озон, озонаторы бывают бытового назначения, медицинского назначения и промышленного назначения. Ezért van, hogy ez az ionizátor vagy ozonátor van háztartási, ipari és és ipari és tehát háromféle funkciója van, attól függően és orvosi funkciója is van. Так. Значит, я сказала медицинского направления. Én az orvosi irányról beszéltem, hogy mire alkalmazzák. Az озон еще может лечить очень-очень много заболеваний. Az озон még arra is képes, hogy nagyon sok betegséget meggyógyítson. В основном это кожные проблемы. Legtöbbje ez bőrbetegségre vonatkozik. Это дерматиты, экземы. Дерматиты, akkor ekcémák. Трофические язвы. Különböző fekélyek, amelyek a bőrre hatnak. Некрозы, которые образуются у диабетиков. Некрозис, amely a cukorbetegség kapcsán alakul ki a bőrön. Трофические язвы, пролежни. Ez a felfekvéses ilyen fekélybetegségek. И вот, значит, дерматозов, дерматитов сейчас великое множество. Сейчас дети страдают дерматитами. Ezek a bőrbetegségek már gyerekeknél is előfordulnak, ez a modernkor jellemzője. Például utóbbi időkben nagyon sokan allergiát kapnak, és nem tudják, hogy mit. Az allergiának a bőr megnyilvánulási formáit nagyon nehéz gyógyítani. Я знаю одну маму, она мне рассказывала, она привела ребенка с дерматитом, вот у здорового ребенка вдруг появился дерматит на коже. Вот egy anya, aki elhozta gyerekét, nagyon, a gyerek abszolút egészséges volt, de hirtelen ez a dermatitis, a bőrbetegség megjelent a gyereken. Она ходила к детскому врачу. Elment a gyerekorvoshoz. Дерматологу. Затем пошла к частному, в частную. Aztán még magánorvoshoz, magánklinikára is elment. Ну и вот в частной клинике такой доктор, дерматолог сказал: "А что вы хотите? У моих двоих девочек тоже дерматит". És akkor hirtelen a magánklinikánk bőrorvos azt mondta: "Mit akar maga tőlem? Már két lánya van, ugyanebben szenvednek". Так вот эти дерматиты мы должны и обязаны сегодня лечить с помощью озона. Ezért mondja azt, hogy az ilyen bőrbetegségeket nem csak hogy kell, hanem kötelező is, hogy az ozon segítségével gyógyítsuk. И это не наше бытовое применение, это вот медицинское применение. És ez már nem egy háztartási alkalmazás az ozonnak, hanem ez már egy konkrét orvosi alkalmazás fajta. Надо пойти к этому доктору, посоветовать ему. El kéne menni ez az orvoshoz, és meg kell, hogy gyógyítsa a saját lányait is ez az ozonnak. Как мы можем применять в этих случаях? Мы можем делать озоновую ванну. Mit tehetünk? Csinálhatunk például ozonfürdőt. Мы можем озон прикладывать там, где если есть это локально, на ручке, на ножке. Megtehetjük azt, hogy lokálisan, úgymond alkalmazzuk az ozont. Если у нас дерматит по всей поверхности кожи, конечно, это будут ванны. Ha persze, az egész bőrfelületre kiterjed a bőrbetegség, akkor természetesen ilyen ozonfürdőt kell venni. Так, значит, другие заболевания, которые лечатся помимо кожных. A bőrbetegségek mellett még mi az, amit gyógyít az ozon? Значит, это атеросклероз. Ez a érszükület. Это как иммуномодулятор используется. Mint иммуномодулятор szokták alkalmazni az ozont. Значит, это артериальная гипертензия. A érben lévő magas nyomást sikeresen leküzdi. И причем эффективно даже лечение в тех случаях, когда другие препараты мало помогают. És még olyan esetekben is, amikor abszolút nem segítenek más készítmények, nagyon sikeresen alkalmazható az ozon.